Rosamunde Pilcher. Álom a paradicsomban. Magyar hangok. Létai Dóra. Rékasi Károly. Szabó Andor. Csuha Bori. Ábrahám Edit. Barbinek Péter. Írta Gabriele Kiszter. Zenéjét szerezte Richard Blackford. Mount Etchcamp kúria és tájpark. Fényképezte Hartmut Elange és Frank Brünner. David! Köszönöm. Rendezte Axel de Roche. Megjavít csak valamit? Nem, mutatnom kell valamit. Itt egy kép Michael Binghamről. Te mész ma érte, nem igaz? De. Szerintem szívdöglesztő. Pont az én zsánerem. Tartsd meg! Nekem mennem kell, elbúcsúzom anyától. Mikor is jössz érte? Egy óra múlva. Kaphatok néhány rózsát? Hát persze. Köszönöm. Miss Wilson már háromszor telefonált ma reggel. Szörnyen zaklatott, amiért éppen mára lett beteg. Az ember azt hihetné, a miniszterelnököt várják. Mondd csak, te ugye ismered őt? Uh-huh. Mindketten itt nőttetek fel, igaz? De az ő világa nem az enyém, ráadásul egy beképzett hólyag. Ezt nem tudom elképzelni. A fényképen nagyon is kedvesnek tűnik. Tessék, Mrs. Dollar. Köszönöm, ezek csodaszépek. Kész. Úgy nézem, minden tökéletes. Igen, remélem így emlékszik rá. Mikor volt itt utoljára? Jó Istenem. Mikor is vándorolt ki? 20? Nem. 22 éve lesz már. Sosem tért vissza? Nem. Amerikában ő már teljesen más életet él. Én is el tudnám képzelni. Elmenni és újra kezdeni. Miért nem teszed meg? Mindig Birminghamben akartál tanulni. Abból nem lesz semmi. Túl drága lenne. Még ha apának újra lenne is munkája, a pénz nem lenne elég. Be kell érnem ennyivel. Nagy kár, pedig te olyan tehetséges fiú vagy. Ösztöndíjra gondoltál már? No, annyira azért nem jók a jegyeim. Ugyan már, ne becsüld alá magad. Vagy az... Édesapádat nem akarod magára hagyni? Te egy nagyszerű fiú vagy, David, de ne feledd. Mindenki a maga boldogságáért felelős. Megjött David! Hál' Istennek! Kedves tőle, hogy kivisz a reptérre. Na és a jegyeid? Ah, remélem nem mész férjhez. Nélküled elvesznék. Szervusz, David! Viszlát, anya! És hívj, ha megérkeztél! Te meg ne tégy butaságot! Hogy? Mégis kivel? A te Davideddel. Ő nem az én Davidem, csak a legjobb barátom. Nem több. Tényleg? Különben szólt volna valamit. Szia. Szia.
Jó, épp hogy csak ideértünk. Engedd ki gyorsan. Tessék. Köszönöm. Ez meg is van. Szia! Jó utat! Viszlát! Sajnálom! Elnézést! Mr. Bingham? Igen. David vagyok, önért jöttem. Jó napot. Jó napot. Elnézést, hogy késtem. A hölgyet kellett kihoznom, mert rossz a kocsia. Ismerősnek tűnik. Ki ő? Biztos olvasott már tőle. Caroline Summer. Summer? Nem ismerős. Uti kalauzokat ír. Eléggé híres. 3 éve él a faluban, és most Franciaországba utazik egy riportra. Nem ismerem. Bizonyára tévedtem. Nem látta a fiamat? Mr. Eckert? Nem, ő nincs itt. Tudja, hol van? A reptérre ment, hogy felvegye Michael Binghamet. Mi? Ki itt? Michael Binghamet, a kúria örökösét. Ma jön haza Amerikából. David nem említette? Nem. Tűnik, hogy itt megállt az idő. Gondolja? Igen, és ez tetszik. Már el is felejtettem, milyen csodás ez a hely. Luisa, de jó, hogy még itt vagy. Michael, Isten hozott itthon. Annyira örülök. Elnézést, úgy értem, hogy Mr. Bingham. Butaság. Már csak az kéne, hogy többé nem Michaelnek szólít. Mr. Bingham. Köszönöm. Régi szobát készítettem elő, de Miss Emily lakosztályát is elfoglalhatod, ha akarod. Nem, az ki van zárva. Itthon vacsorázol? Tudatnom kellene a személyzettel. Miattam ne fáradjatok, egy omlett is megteszi. Szokatlan ennyi év után újra itt lenni. Biztosan fel akarsz frissülni. Én addig főzök egy teát. Nagyszerű lesz. Te a sütemény és borkás szendvics. Természetesen. Azt hitted, elfelejtettem a kedvenceidet? Á, jut eszembe. A személyes dolgaid még a pincében vannak. Senki sem nyújt hozzá. Alkalomattán majd megnézem. Habár minden csak régi ócskaság. Ugyan. Biztos lesz közte néhány szép emlék is.
Apa, megjöttem. Voltál a bankban? Már nem értem oda. De bevásároltam. De nekem ma kell a pénz. Mire? Az nem tartozik rád. Szerintem igen. Elvégre én keresem meg. No csak. Azt, hogy eddig én neveltelek és tartottalak el, úgy látszik, hogy már régen elfelejtetted. Enned kell valamit. Főzök egy levest. Nem leves kell, hanem 20 font. Akkor keresd végre valami állást! Ide figyelj. Túl nagyra tartod magad, amióta annál a puccos bagázsnál dolgozol. Azt hiszed, úgy beszélhetsz velem, mint egy senkivel? Tudod, hogy beteg vagyok. Akkor hagyd abba az ivást! Megyek a pubba. Én még mindig nem értem, hogy Emily néni miért pont engem tett meg az egyedüli örökösnek. Te voltál az egyetlen rokon, akivel kapcsolatban állt. Még hallom őt. Előbb adnám az államnak, mint hogy rád hagyja. Nos, végül mégiscsak a vérszava győzött. Bár már egy rokon sem akart szóba állni vele. Ő volt a világ legmagányosabb embere. Ezért is nem hagytam magára, bár egyre borzalmasabb lett. Szörnyű ilyesmit mondani, de az én egyetlen emlékem róla az örökös félelem, amit vele szemben éreztem. Na és mondd csak, Thomas Eckerdel mi történt? Szerencsétlen. A történtek után többé sosem állt talpra. Játszik és iszik. Csak a pubba és a fogadóirodába jár. Amikor az asszony szégyenében meghalt, a gyerek 8 éves volt. David, az a fiú, aki elment érted. Ó, kimondottan kedves fickó. Igen, annyi munkát adok, amennyit tudok, hogy minél több pénzt keressen. Az apját is ő tartja el. Sajnálom, ezt nem akartam. Nem te tehetsz róla. Minden csak is magának köszönhet. Nem, Miss Wilson, még semmit sem hallottam. Hogyne? Természetesen jelentkezem. Nos, szerintem erre semmi szükség. Oh, elnézést kérek. Mr. Bingham? Eltalálta. Sajnálom, ha megijesztettem. Már azt hittem, hogy nem is jön. Úgy értem, Isten hozta az Edgecombe kúriában, ami valójában az ön otthona. Elnézést, már azt sem tudom, mit beszélek. Semmi baj, semmi baj. Mondja, hogy hívják? Sophie Winternek. És mit csinál itt? Itt dolgozom. Én vezetem körbe a turistákat, de most Miss Wilsont helyettesítem. Ő a látogatói iroda vezetője. Kórházba kellett mennie, de holnap már itt lesz. Tőle mindent megkérdezhet. Jó, így lesz. Nem ismer valakit, aki esetleg az asszisztensem lehetne? Sophie! Mond. Még szép. Nem, még nincs tervem. Rendben. Rendben, indulok. Igen! Ma igazán jól nézel ki. Köszönöm. Te is. Ma a kedvenc helyemre jöttünk, mert ünnepelni fogunk. Nézd, Sophie. Én nem akarom. Ugyan kérlek, a vendégem vagy. James! Jó estét, Sophie. Az asztal 5 perc múlva kész. Köszönjük. El sem hiszed, hogy mi történt ma velem. Mr. Bingham megkeresett, és jobban néz ki, mint a fényképen. Az az ember, a legelbűvölőbb, legcsodásabb, legelegánsabb férfi, akit csak ismerek. Rögtön látni, hogy szép dolgokkal foglalkozik. Egy ékszerüzeme van Bostonban. Szerintem is kedves. Kedves?
Az az ember lenyűgöző. Úgy megijedtem, amikor belépett, hogy csak butaságokat fecsegtem. És egyáltalán szörnyen kínos volt, ahogyan viselkedtem. De ő egyszerűen csak kedves volt. Köszönöm. És talált ki, hogy mi történt aztán? Fogalmam sincs. Felajánlott egy állást. Nekem. Az asszisztenseként. Képzeld csak el. Holnaptól egész nap mellette leszek, és csak neki dolgozom. És még pénzt is kapok érte. Hékás, nem örülsz a szerencsémnek? De. Dehogy nem. Végre történik valami izgalmas. Prosit! Én? De. Nem. Minden terv szerint. Nálatok hány óra van? Igen. Sőt, az első megbeszéléseket a jövő hétre le is egyeztetem. Értem. Bostonban mi a helyzet? Az idő? Angolosan változékony. Igen. Szervusz. Luisa, igen? Mondd, megvan még a régi széf a pincében? Igen, de rég nem használták. Miss Emily mindent bankban tartott. Tudod, hogy hol a kulcsa? Szeretném elzárni az ékszereket. Nos, itt kell lennie ebben. Igen. Tessék, ez a pince kulcs, az meg a széf kulcs. Köszönöm. Tedd rá a kulcs csomódra. Jó, rendben. Mint a régi szép időkben. Nos, most hagylak benneteket dolgozni. Ha kértek valamit, akkor csak szóljatok. Jó napot! Szervusz, Szofi. Nos, ez lenne az én munkahelyem. Először is szükségem lesz egy időpontok szerint rendezett címlistára minden londoni ügyvédről és bankról. Lehetőleg két példányban. Mert hajlamos vagyok a dolgokat elveszteni. Aztán... szeretném ezeket a londoni ékszerészeket felkeresni, hogy bemutassam az új kollekciónkat. Mind előkelő üzletek. Milyen ékszerek ezek? Gyémánygyűrűk. Akarod látni? Hát persze. Ez az új trilógia kollekciónk. Csodaszép darabok. Szabad? Próbáld fel nyugodtan. Lenyűgöző. Nagyon jól áll. Mit jelent a trilógia? A gyémántok egy-egy életszakaszt jelképeznek. Tegnap, ma és örökké. Ez szépen hangzik. Ugye? Szép kezed van. Nem mindenki viselhet ilyen ékszert.
Te itt nőttél fel? Londonban. De amikor az apám 3 éve meghalt, az anyám vissza akart jönni. Először utáltam, hogy el kellett jönnöm Londonból, de most már imádok itt lenni, főképp nyáron. Valahogy illesz is ide. A nyár gyermeke. Bocsásd meg, hogy így nézlek, de emlékeztetsz egy lányra, akit régen nagyon szerettem. Igen? Nos, jobb, ha újra munkához látunk. Elnézést, ilyen még nem történt velem. Davidnek talán el kellene vinnie a köveket. Minek köszönhetem a meghívást? Egy férfi tanácsára van szükségem szerelemügyben. Úgy? Michaelről van szó. Michaelről? Mr. Binghamről. De azt akarja, hogy Michaelnek hívjam. És mi van vele? Nos, én megesküdnék, hogy belém szeretett. Annyira édes. Valahányszor felnézek, olyan szemekkel néz rám, ami mindent elárul. Képzeld csak el, meghívott ebédelni. Azt hiszem, szeretne megcsókolni. Csak nem meri megtenni. Na és az érdekel, hogyan tarts távol? Hogy távol? Épp ellenkezőleg. Legszívesebben a karjaiba omlanék. Ma megbotlottam, ő pedig elkapott. Olyan érzés volt, hogy azt akartam, bár sose engedne el. És jó illata van. Tudnom kell, hogyan mutassam meg neki, hogy én is szeretem, anélkül, hogy kínos lenne. Tőlem. Kérlek, David. Én még tapasztalatlan vagyok. Az a fickó már idős. És azt sem tudod, hogy nőse, vagy van-e kapcsolata. Nekem elmesélte, hogy elvált, és ha lenne barátnője, biztosan belejött volna. Sajnálom, Sophie, semmit sem mondhatok. Nálam rossz helyen kopogtatsz. Jaj, kérlek. Téged mi bátorítana fel arra, hogy megtett az első lépést? Fogalmam sincs! Még nem voltam szerelmes. Kérdezd az anyádat. Szia! Szia! Fogd ezt meg, kérlek. Hogy vagy? Hogy utaztál? És te hogy vagy? Áll még a ház? Persze. Jó sokat bulisztál? Dehogy. Jó, add a kulcsokat. Majd én vezetek. És egyáltalán nem beképzelt, ellenkezőleg. Ő a legkedvesebb, legelbűvölőbb, legjobb fellépésű férfi, akit csak ismerek. Nagy ég, az ember azt hihetné, hogy szerelmes vagy. Az is vagyok. Ugye csak tréfálsz? Jaj, kérlek, ne mondd, hogy a lánya lehetnék, és hogy nincsen semmi értelme. Én megértem, hogy egy idősebb férfi milyen magával ragadó lehet. Tudtam, hogy te megértesz. Hadd fejezem be, de akkor sem tetszik, hogy éppen róla van szó. Jó, de hát miért? Közben megváltozhatott. Azt nem tudom elképzelni. Majd meg fogod látni. Hogyhogy? Mert meghívott minket vacsorára, és már nagyon kíváncsi rád. Persze nem szóltam neki, hogy már ismered őt. Ha nem emlékezne rád, az csak kínos lenne. Bevallom, nem rajongok a találkozásért. Kérlek, anya, gyere el a kedvemért, jó? Ó, te jóságos ég! Ó! Igen, 2 héten belül mindent lerendezek, és Bostonban leszek. Igen, jelentkezem. Szia! Megvannak az időpontok. Holnap 10-re a Fletcher és Fletcherhöz mész adóügyekben. Michael! Az emeleten szivárog egy fűtéscső a szobában. Hogy lehet ez? Senki sem törődik vele. De! A rendszert nemrég ellenőrizték, és rendben volt minden. Sajnálom, de én nem értek a szereléshez. Téged nem is zavartalak volna, ezért csak hát
Félek, hogy a ruháid. A víz a szekrénybe folyt, mindent ki kell tisztítatni. Bemegyek a faluba, és veszek néhány új holmit. Sophie pedig velem jön és segít. Szívesen. Na, ne segítsek. Apa. Mit keresel itt? Nem te mondtad, hogy keresek munkát? Itt? Szó sincs róla. Johnnal találkozom. Felajánlotta, hogy segítsek neki a műhelyében. Ez nagyszerű. Igen. Hát akkor... Igen. Mrs. Dollar. A fűtéscsövek? Nos. Nem, átmenetileg le tudom szigetelni. Azonnal indulok. Rendben. De jó lenne, ha szólna a szerelőnek. Viszlát. Az otthon ízei. Olyan, mint egykor. Gyakran volt honvágyad? Nem igazán. Itt sosem voltam boldog. Az igazi életem Amerikában kezdődött. Én még sosem jártam ott. Cserediák akartam lenni, de apa hirtelen meghalt infarktusban. Így nem hagyhattam magára a mamát. Mindegy. Egyszer talán sikerül. Bár még mindig nem tudom, mit tanuljak. Látogass meg egyszer. Vagy lehetnél gyakornok az irodámban. Igen. Ez jó lenne. Nos, azt hiszem, ideje gondoskodnom az új ruhatáramról. Menjek haza? De, adj nekem tanácsokat. A személyi asszisztensem vagy. Vagy tán untatnak egy öregedő férfi ember nosztalgikus hangulatai? Erre most mit mondhatnék? Azt, hogy nem találsz engem öregnek. És hogy nem tudsz szebbet elképzelni annál, mint hogy velem légy. Pontosan ezt akartam mondani. Elbűvölő teremtés vagy. Nagy kár, hogy ilyen fiatal vagy. De hiszen a kor nem játszik szerepet. A papa is 20 évvel volt idősebb a mamánál. A mamádat holnap megismerhetem. Luisa, segítenél a manzsettákkal? Teljesen megőrítek. Igen, ez csak természetes. Roppant elegáns vagy. Nem láttad a kulcsaimat? Megesküdtem volna, hogy a komód fiókba tettem. Én nem. Talán a dolgozószobában lesz. Keresem meg neked? Nem, a vendégek mindjárt itt lesznek. Itthon nem veszhet el semmi. Michael, ő az anyám, Karen. Köszönjük a meghívást. Te vagy Karen? Ez hihetetlen. Nem találkoztunk már a reptéren? Nekem nem rémlik. De kis ilyen fellöktél. Ó, igen, sajnálom.
Nagyon siettem. Semmi baj, rögtön sejtettem, hogy te vagy az. De David azt mondta, hogy Caroline Summernek hívnak. Ezen a néven írok. Ó, ez egy művésznév, ezt nem tudhattam. Változtatott volna az valamin? Jól van, ezt végre tisztáztuk. Nos, akkor gyertek beljebb. Azt hiszem, sok mesélni valónk lesz. Az áfonya, azt elfelejtetted. Ígyunk a csodás estére. Igen. Jaj, teremtőm, a szuflém! A homát is elfelejthetem. Az ördögbe! Úgy tűnik, hogy rövid zárlat, bocsássatok meg. Már is utána nézek. Egy perc, és itt vagyok. Segítsek? Köszönöm, nem. Elintézem. Ne légy hozzá ilyen hűvös, hiszen egyáltalán nem beképzelt. Már megmondtam neked, az ő világa nem az enyém. Luisa! Régen sem volt az, és most sem. Luisa! Mi történt? A főbiztosíték folyton lecsap, és nem tudom, hogy miért. David rendbe hozhatja? Inkább ne, nem villanyszerelő. Holnap majd én intézkedem. De félek, hogy a vacsorából ma nem lesz semmi. Olyan ünnepélyes és csodás volt. Aztán jött a rövid zárlat. De Michael mégis nyugodt maradt, és egyáltalán nem bosszankodott. Sőt, meg akart hívni minket egy étterembe, de anya nem akarta, mert állítólag fájt a feje, és ezzel az én estémet is tönkretette. Miért nem mentetek kettesben? Azt hittem, egy pár vagytok. Azt nem tehetem csak úgy. Anya biztos dühös lett volna. Úgy sincs elragadtatva a kapcsolatunktól. Nem is értem. Őszintén miért. Szólva, én vele értek egyet. Ti nem illetek egymáshoz. Ne kezd ezt most már te is! Amúgy sem tudod megérteni. Ezt te magad mondtad. Átégett a fővezeték. Nagy szerencse, hogy nem lett tűz belőle. De hogy történhetett? Azt én sem tudom megmondani. Minden esetre elég szokatlan. Mindent újra kell kábelezni. És ez meddig tart? Varázsolni nem tudok. Néhány órát biztos. Remek. És mit kezdjek az étellel a mélyhűtőben? Hát dolgozza fel, mi mást? Talán szállodába kellene menned, amíg mindent rendben nem hoznak. Ugyan már, úgyis egész nap megbeszéléseim lesznek. Jó reggelt! Újra minden rendben? Semmi sincs rendben. Nem érgelődj, Luisa. Senkinek sem esett baja. Szervusz, Sophie. Úgy tűnik, hogy már is meg lesz az első szabad napod. Amíg nincs áram, hogy úgy mondjam, tehetetlenek vagyunk. Nagy kár. Viszont gondolkoztam a füstbe ment esténken. Tennünk kellene még egy próbát. Ez egy remek ötlet. Mit szólnál, ha elmennénk a tengerfesztiválra? Jó, szívesen. Vajon édesanyádnak is tetszene? Biztosan. Remek. Akkor ezt igennek veszem. Rendben. De ha anya nem érne rá, én azért akkor is megyek. Képzeld, anya, Michael elvisz minket a fesztiválra. Én nem mehetek, ezt meg kell írnom. Holnap után leadásom van. Ugyan? És simán megírod.
Nem akarod. Erről van szó. Úgy van, eltaláltad. De hát miért nem? Mi kifogásod Michael ellen? Miért vagy vele ilyen gonosz? Nem vagyok gonosz, csak nem akarom, hogy közöm legyen hozzá. Jobb lesz, ha ezt a rajongást kivered a fejedből. Eszemben sincs. Komolyan gondolja, én érzem. Különben nem igyekezne ennyire. Nem kényszeríthetlek, elég idős vagy. De azt nem bírom nézni, ahogy a vesztedbe rohansz. Mondd, hogy akarod megítélni, ha nem vagy hajlandó őt megismerni? De hiszen már ismerem. Lehet, de az már 20 éve volt. Az emberek pedig idővel megváltoznak. Sophie! Hinned kell nekem. Csak irigyled őt tőlem. Mert neked nincs senkid, és már nem tudod, mi a szerelem. Istenem, sajnálom. Sajnálom, ezt nem akartam. Ezt nézd! Jó reggelt! Itt volt a párna alatt. Ó. Úgy tűnik, kicsúszott a zsebedből. Akkor még se tettem a fiókomba. Jobb, ha utána nézel a széfnek. Az ördög sosem alszik. Rendben. Jó étvágyat. Köszönöm. Jó, ez megy a kamrába, a rendelést pedig add le a hentesnek, érted? Igen. Remek. Ez mennyei, Mrs. Dollar. Köszönöm a meghívást. Valakinek meg kell lennie mindezt. Csomagoltam is neked. Ez kedves öntől. Úgyis ritkán tudok főzni. Már beszélni akartam önnel. Van egy dolog, ami valamiért foglalkoztat egy ideje. Mondd csak. Luisa! Igen? Jártál a széfnél? Jó napot, uram. Jó napot. Nem akarok zavarni. Inkább megyek. Itt ne hagyd az ételt! Ja, igen. Mi történt? Az ékszerek eltűntek. Hogy? Úgy érted, ellopták? Ki tudott még róla? Csak te és Sophie, de ez képtelenség. Nyisd ki, kérlek! Michael telefonált. Mindjárt itt lesz. Semmi baj, kicsim. Én is sajnálom. És igazad van. Túl sok bennem az előítélet. Figyelj, frissítsd fel magad, aztán mindhárman elmegyünk, jó? Annyira szeretlek. Én is téged. Én így nem mehetek. Teljesen kísért szemmel. Butaság. Talán jobb is, ha csak ketten mentek. Úgy legalább majd beszélgethettek. És meglátod, hogy megváltozik a véleményed. Te hitted volna, hogy egy napon együtt megyünk majd a tengerfesztiválra? Csak azért jöttem el, mert beszélnünk kell Sophie-ról.
Sophie rendkívüli teremtés. Pontosan olyan, mint amilyennek rád emlékeztem. Nem emlékezhettél rám. Túl finomnak tartottad magad ahhoz, hogy a falusiakkal érintkezz. Ó, ez nem igaz. Utólag könnyű ezt mondani. Dehogy. Emily néni tehetett róla. A nemesi büszkesége határtalan volt, és mindenáron meg akarta akadályozni, hogy a helyi emberekkel bármi kapcsolatom legyen. És te persze nem tudtál tiltakozni. Nos, ez egy bonyolult történet. Adj egy esélyt, hogy elmagyarázhassam. Jól van. Megígértem Sophie-nak. Főztél valamit? Én a kúriában ettem. A hűtőben van gulyás. Louisa Dowler küldte. Louisa Dowler? Inkább éhen veszek. Apa, bolond vagy? Hölgyem, mit tudsz te? Te miről beszélsz? Aha, tanulmányi útmutató. Úri szakmát tanulnál? A barátnődnek nem elég egy egyszerű kertész? Ő nem a barátnőm. Nincs elég vér a pucádban, hogy megkérd a kezét? Hogyan? Talán rángasson bele ebbe a nyomorúságba? Ó, szóval ez a köszönet. Nincs mit megköszönnöm neked. Amióta csak az eszemet tudom, hagytad, hogy előbb anya tartson el, aztán én! Nincs oka annak, hogy ilyen rossz sorsunk legyen, kivéve az ivászatod és a játék szenvedélyed! De igen. Van egy oka. Hát mondd el, mi az? Egy napon majd megtudod. Akkor a késő lesz. Elmegyek innen tanulni. Tőlem nem látsz egy vasat sem. Az anyagiakat majd megoldom valahogy, de mától a magam életét építem. Iszunk meg még valamit? Nem, szeretnék hazamenni. Sophie már vár. Persze, remélem nincs komoly baja. Nem hinném, holnapra biztos jobban lesz. Az ördög van a fény. Nem tudok fékezni, kapaszkodj! Istenért vigyázz! Ki kell szállnom innen. Meghalhattunk volna. De nem haltunk meg. Az őrangyalunk megmérett. Haza akarok menni. Jól van. Hívok egy vontatót. Igen, szükségem van egy új trilógia kollekcióra, lehetőleg gyors postával. A Brewster és Sledge ott tartotta megtekintésre, és lenne még néhány tárgyalásom. Hogy? Hány óra van nálad? Sajnálom, hogy felébresztettelek. Rendben, köszönöm. Jó, hogy én vagyok a főnök. Ha ez mással történik meg... Úgy vélem, túl könnyelmű vagy, Michael. Mindez nem lehet puszta véletlen. El kell menned a rendőrségre. Talán majd holnap. Ma valami sokkal fontosabb tervem van. Téged semmi sem hoz ki a sodrodból. De, és ezt jól tudod. Úgyhogy mindez most tökéletesen hidegen hagy. Csak nem habarodtál bele a kis Sophie-ba. Mi? Ezt honnan veszed? Na, hála Istennek. De akkor kiről van szó, ha szabad tudnom? Az anyjáról. Kerenről? Keren volt az a lány, aki régen kis hián megőrített téged. Úgy van. És ha Ámor kegyes hozzám, akkor ma kapok egy második esélyt. Megpakolsz egy piknikkosarat?
Jó reggelt! Szia! Nem hallottam, hogy mikor jöttél haza. Milyen volt? Egy vontatóval jöttem haza. Mi? Az árokban kötöttünk ki, mert elromlott a fék. Nagy ég! De ugye nem esett bajod? Nem. Csak egy kicsit megijedtem. Jaj, hála Istennek. Szóval akkor rólam nem is beszéltetek? Nem volt rá alkalom. Legalább kedvesnek találtad? Igen. Megkérdeztem, csinálunk-e megint valamit együtt? Hadd csak. És most mit gondolsz? Szerintem jobb lenne, ha elfelejtenéd. De hát mégis miért? Most mondtad, hogy kedves volt. Talán minden nővel ilyen. Nem, nem. Hozzám Michael nem csak kedves. Lefeküdtetek egymással? Erre nem válaszolok. Sophie, nem akarom, hogy boldogtalanná tedd magad. És ha igen, ez az én életem. Amúgy sem tudnád meggátolni. Sophie, kérlek, beszéljünk nyíltan, én... Munkába kell mennem. Örülök, hogy eljöttél. Emlékszel, hogy jártunk már itt egyszer? Nem. De én igen. Te ott ültél egymagadban, és nyilván a naplódba írogattál. Igen, néha előfordult. Én meg közben figyeltelek. Mit csináltál? Michael, én csak azért... Hadd fejezzem be, vagy megint a torkomra forra szó, mint akkor. Én őrülten szerelmes voltam beléd. Aznap összeszedtem minden bátorságomat. Odaléptem hozzád, és azt mondtam... Szia! Te pedig ekkor egy meglető pillantással végigmértél, fogtad a naplódat, és elmentél. Én meg csak álltam ott, és én voltam a világon a legboldogtalanabb. Ezt most miért mondtad el? Azt tennéd velem, amit Sophie-val is? Micsoda? Azt hiszed, hogy mindkettőnket megkaphatsz, ahogy az egy földes úrnak kijár? De azt elfelejtheted. Csak ezért jöttem ide. Megbocsáss, kifejtenéd pontosabban? Nos, legyen. Elcsavarod Sophie fejét, elcsábítod, és alig bukkanok fel. Velem is ugyanazt próbálod meg. Elment az eszed? Még van merszed letagadni? Karen, én egyszer sem értem Sophiehoz. Talán flörtöltem vele, hisz olyan édes, de ennél több nem történt. Nem akarok mást, csak téged. Ahogyan már 20 éve is. Az nem lehet, hogy csak beképzelte. Tőle magától tudom. Kérlek, hidd el. Nem tudom, hogy honnan veszi. Megesküszöm mindenre, ami csak szent nekem. Mondd csak, David. Van kulcsod a pincéhez? Csak a kazánházhoz. És mikor voltál ott legutóbb? A szivárgáskor. Utána nem? Nem. Talán fontos. Jó napot, Mrs. Dowler. Szia, David. Szia. Sophie, akkor téged is megkérdezlek. Nem tudod, hogyan tűnhetett el az ékszeres táska a széfből? Volt nálad Michael kulcsa valamikor? Nálam? Nem. Csak az érdekel, hogy feltűnt-e valami. Én semmit sem tudok. Most mehetek? Késésben vagyok. Szükségtelen. Michael azt üzeni, hogy ma nem lesz dolgod, mert házon kívül lesznek megbeszélései. De akkor miért nem hívott? Arról nincsen tudomásom. Éjszakákon át nem aludtam, csak törtem a fejem, hogy kerülhetnék a közeledbe. Akkor küldtem neked a belépőt. De miféle belépőt? Az Elton John koncertre, Londonba. Minden megspórolt zseppénzemet arra költöttem. De amikor tudomást sem vettél róla, rá kellett jönnöm, hogy nem érdekellek. Én sohasem kaptam tőled levelet. Nem, az lehetetlen. Arra biztosan emlékeznék. Ebben is biztosan Emily néni keze lehetett. Rám küldte azt a Thomas Eckerdet, aki nyilvánvalóan megleshetett engem, és kivette a postaládából a levelemet. Nem. Csak egyet árulj el. Velem jöttél volna? Talán meg kéne mutatnom a naplómat.
Mi? Szóval még megvan? Na most figyelj! Ezeket a leveleket neked írtam, de nem küldtem el soha. A pincében találtam rá. Nem, csak a naplóért cserébe adom oda. Nem, sosem hagyom, hogy ezt elolvast. Hát akkor... Legyen. Megmutatom, ha ezeket elolvastam. No, ez így nem járja. Csak is egyszer. De előbb meg kell keresnem. Ezt el sem hiszem. Ma este 8 órakor nálam átadás. Ha nem, örökre eltűnnek. Nem. Nem, Michael. Nekem ez gyors. Előbb beszélnem kell Sophie-ra. Mi baj? Bennem nem vagy biztos, vagy bánt a lelkiismeret vele szemben? Mindkettő. Keren, nem a lányod udvarlóját veszed el. Akkor is tisztáznom kell. Beszéljek vele én? Én szeretnék. Jó van. Felhívsz, hogy eljössz? Igen. Luisa! Michael, csak úgy végre itt vagy. Rossz híreim vannak. Rossz híreket nem akarok hallani. Képzeld, Keren bevallotta, hogy ő is szerelmes volt belém. Ennyi év után. Jó van, most készíts estére egy könnyű vacsorát. Van pezsgő a házban? Ne viselkedj úgy, mint egy kamasz. De annak érzem magam. Akkor is hallgass ide egy percre. Ez a baleset sorozat nem lehet véletlen. Ki mondja ezt? Telefonáltak a műhelyből, rossz volt a fékcső. Ez csak is merénylet lehetett. David még külön elvitte a kocsidat egy ellenőrzésre. A kukacok voltak. Tudod, hogy imádják megrágni a fékcsöveket. Remélem, hogy igazad van, de én akkor is rosszat sejtek. A helyedben a rendőrségre mennék. És mit mondjak nekik? Hogy nem működött a fék, hogy szivárog a fűtés, csőna és az ékszerek? A kulcsot én vesztettem el. Hallgassanak ki mindenkit, hisz bárki lehet a tettes. De ígérd meg, hogyha megint ma este történik... már nem lesz rád szükségem. Sőt, az egész hétvégét szabad. Néha úgy érzem, hogy a pimassága csak félénkséget takar. Tegnap úgy nézett rám, hogy megmertem volna esküdni rá, hogy szerelmes belém. Azt kívánom, bárcsak így lenne. Nos, már ismered a történetet. A kocsi megfarolt, és egy fának ütközött. Így haltak meg a szüleid. Igen. Emily néni vett magához, bár nem szívesen, mert gyűlölte a gyerekeket. Emellett az édesanyám nem rangjához méltóan házasodott. De nem volt választása, mert a szüleim egyetlen vasat sem hagytak rám. És fura lett volna, ha az egyetlen rokonomként, aki még szemtelenül gazdag is... elutasítja, hogy a húga elárult 12 éves fiáról gondoskodjék. Vagyis szerinted csak társadalmi okokból tette? Igen. Ez borzasztó. Szinte kábult voltam, és Emily néni semmit sem tett, hogy enyhítse a fájdalmamat. Az élet itt, de az internátusban is, ahová küldött, csupán csak szabályok és tiltások végtelen sora volt.
Szeretet, vigasz vagy gyengétség nem létezett. Kivéve Luizától. Azt hiszem, ha ő nem lett volna, az egészet nem éltem volna túl. Sajnálom, ami történt. Mindegy, ez már a múlt. Ami igazán számít, az a jövő. Akkor a jövőre. A jövőre. Mondd, megosztanád velem? Michael, nem gyors ez egy kicsit? Nos, hát szerintem egy 20 éves várakozás már bőségesen megtette. Fogalmam sincs, hogy mondjam el Sophie-nak. Fel sem tudja még fogni. Nekem kéne beszélnem vele. Nem. Egyedül kell megtennem. Tégy meg valamit. Most még ne szólj neki rólunk. Csak ki kell várnom a kellő pillanatot. Mrs. Dowler! Michael! Ha-ho! Michael! Michael Bingham, ha vissza akarod kapni az ékszereidet, gyere el ma délután a vén tengerész fogadóba. Ott foglak várni. Te jó ég. Michael! Csak még egy kicsit hadd kukkantsak bele. Hékás! Mutasd már! Jaj, hogy történhetett ez? Utána kell mennem! Maradj, majd együtt beszélünk. Egyedül kell tisztáznom! Sophie! Hadd magyarázzam meg! Hogy tehetted ezt? Hogy vehetted el tőlem? Miért őt kellett kiválasztanod a kapuzárási pánikodban? Sophie, én nem vettem el tőled Michael. Csak beképzeltél magadnak valamit, amit ő nem is úgy gondolt. Hazud! És neki is biztosan hazudtál, és azt mondtad, hogy nem kedvelem őt. Sophie, figyelj ide. Michael és én, mi már ne... Ezt sosem bocsátom meg. Soha. Sophie, kérlek. Londonba utazom, és nem látsz soha többé. Michaelnek meg üzenem, hogy majd egyedül nevelem fel a kicsit. Miket beszélsz? És te sem fogod látni őt soha. Ha.
Tudok segíteni? Nem. Köszönöm. Csak átnézem egy kicsit. Hogy a véncsont kibírja a hosszú utat. Fogd ezt. Még szükséged lehet rá. Köszönöm. Szóval a döntésed végleges? Talán nem vetted észre, de... te voltál nekem a legfontosabb. Azt akartam, hogy jó sorod legyen. De elrontottam. Bizonyára igazad van. Jobb lesz neked, ha elmész. Nem örökre megyek el. Rajtam. Michael, sajnálom, de többé nem tehetem. Tanulni fogok. Birminghamben. Megyek csomagolni. Akkor hadd maradjak veled. Hozzá többé nem mehetek. Hatalmas butaságot műveltem. Sophie, én ezt többé nem hallgatom. És nem is viszlek magammal. Nem leszek többé a lelki szemetes ládád. Old meg magad a gondjaidat. Ez az utolsó szavad? Igen. Lehet terhes tőled? Mondd meg az igazat! Szörnyen félek, hogy kárt tesz magában. Karen, már megmondtam, hogy hozzá sem értem. A legszívesebben kiporolnám a hátsóját. Ne mondd ezt, megbántódott. Inkább gyerekes. Ne lovald bele magad, hamarosan majd észhez tér. Londonban hová mehetett? Nem tudom. Nem tart kapcsolatot a barátokkal. A mobilján hívtad már? Persze, de nem veszi fel. És itt kik a barátai? David. Talán Davidhez ment. Akkor gyere! David, itthon vagy? Nincs itt senki. Menjünk ki a pályaudvarra, talán ott látta valaki. Anya! Itthon vagy? Michael téged is tönkretesz, ahogy másokat. Ha tudni akarod a szörnyű igazságot, kutass a holmiában és a pincében lévő széfben. Anya! Itthon vagy? A pénztáros nem látta itt Sophie-t. Nézzük meg a kávézókat. Talán az egyikben ücsörög, mert fél hazament. Akkor menjünk rögtön a kedvenc helyére. Thank you.
lehagytad nekem azt az üzenetet? Mi? Te miről beszélsz? Figyelj! Furcsa dolgok történnek itt. Ide jönnél? Már az autópályán vagyok. Gyere vissza! Az ecskám kúriába kell mennem. Szükségem van rád. Nos? Senki sem látta. Szörnyű bűntudatom van. Hogy hagyhattam idáig fajulni a dolgot? Nem láthattad előre. Te nem vagy hibás. A széf valahol ott lesz. Valaki bezárt minket. Ugyan? Csak a húzat. Annyira csodás gyerek volt. Amikor Bertram hirtelen meghalt, nélküle az első éveket ki sem bírtam volna. Ez tönkretette a legszebb éveit, és ez volt az első nyár, hogy újra olyan vidám és gondtalan volt, mint régen. Az ajtó zárva. Térerő sincs. Nézzünk bele a széfbe. Senki sem tudja, hogy itt vagyunk. Ugyan már, ne esj pánikba. Ránk fognak találni. David! Azt mondtam, hogy Londonba utazom, te meg úton voltál Birminghambe. A mama biztos, hogy nem fog keresni azok után, amiket a fejéhez vágtam. Sajnálom. Általában nem esem könnyen pánikba. De az a szörnyű érzésem van, hogy történt valami. Semmi esély. Bontsd fel a levelet. Csak úgy derül ki, mi áll benne. Talán megtudjuk, mi a következő lépés. Ez egy kicsit sem vicces. Tudom, ki írta. Ez az apám kézírása, amikor részek. Michael Bingham, eljött a bosszú órája. Mire ezt olvasod, elvettem a te keremedet. Azt akarom, hogy te is elveszítsd a számodra legkedvesebbet, ahogy azt te tetted velem. A mama. Az üzenet a mamának szólt. A magad bőrén tapasztalod meg, milyen az, ha nem kapsz második esélyt. Remélem, hogy életed végéig szenvedni fogsz. A pokolban találkozunk. De hiszen ez szörnyű. Nem tudom. Csak ködös célzásokat tett a múlt kapcsán. Nyíltan sohasem mondta el, mi történt. És mit ért azon, hogy elvettem? Anyát akarja? Minket akar? Megölni? Nem tudom. Ha ott lett volna, akkor valaki biztosan látta volna. Igaz. Próbáld meg újra felhívni. Jó, már is. Nos? Most meg kikapcsolta. Gyere, menjünk. Legelőször hozzád. Megfulladhatunk? Nem, dehogy is. Meddig tart, mire az ember szomjan hal? Sophie, hagyd ezt abba! Nem fogunk szomjan halni, és megfulladni sem. Ha pánikba esel, minden csak rosszabb lesz. Hall minket valaki? Ha-ho! Segítség! Segítség! Ha-ho! Segítség! Sophie! Sophie!
lépj hátrébb. Istenem, ez az ütőered! Most még ez is. Tartsd fel a karod, gyorsan! Van itt egy bőrönd! Ez Sophie! Most gondold át pontosan merre lehet. Csak is Davidnél lehet. Biztos az ajtaja előtt ül és vár. Tartsd fel a karod. Az újrakezdést valahogy máshogy képzeltem el. Rendben lesz minden. Én tudom. Sok éve egyszer összekülönböztem David apjával. Tetten értem őt lopás közben. Egy ezüst gyertyatartót próbált meg ellopni és eladni egy orgazdának. Úgy döntöttem, hogy beszélek vele, de ő csak kigúnyolt, és Emily néninek azt hazudta, hogy én akartam ellopni a gyertyatartót, ezért feljelentettem. Azonnal börtönbe került, és nem állt többé talpra. Sophie. Mindig csak egy különleges pillanatra vártam, hogy elmondjak valamit. Azt hiszem, most eljött. Majd azután mondd el, hogy kórházba vittünk. Nem, inkább most. Sosem lehet tudni. Ne mondj ilyesmit. Te sosem vetted észre, hogy szeretlek. Tomás, nyiss ajtót! Michael, valahogy be kell jutnunk. Tégy már valamit! Nem volt hozzá bátorsága. Azt hittem, nem vagyok elég jó neked. Szégyeltem. Magam. Az apám miatt. A munkám miatt. És a szűnni nem akaró nyomorúságért. Hey! Tomás! Kérd magadhoz! Hol van a fiat? Messze. Már a pokolban vagyok. Amikor ide költöztünk, boldogtalan voltam. És még most is az lennék, ha te nem vagy. Nélküled nem tudom elképzelni az életemet. Miért nem mondtad soha? Mert te mindig csak a barátságról beszéltél. Amikor kérdeztelek, akkor is azt mondtad, hogy még nem voltál szerelmes. Igaz. Egy búcsúlevél Davidnek. Azt írja, kedves David, mivel úgyis súlyos beteg vagyok, akár előbb is elmehetek. Tudnod kell még, hogy Michael Bingham tette tönkre az életemet. Hogy jutottál ki? Honnan? Honnan kellett kijutnom? A pincéből. Megtaláltad a székben a levelet? Én nem voltam a pincében. Miféle levelet? Ha nem te voltál. Akkor mégis kit zártam be? Na is, Michael. Nem volt semmi. El kell hinned. Az egészet csak beképzeltem magamnak. Úgy viselkedtem, mint egy ostoba liba. Úgy szégyellem magam. Képtelen vagyok bárki szemébe nézni. De... az enyémbe. Örökké. David! Egy megátalkodott ördög volt, de Emily néni valamiért oda volt érte, holott folyton meglopta, hogy pénzelni tudja az őrült játék szenvedélyét. De ami még elképesztőbb, hogy mindig engem próbált meg gyanúba keverni. Szerencsére hiába, mert Emily néni nekem sosem hitt volna. Segítség! David! Térj magadhoz! Segítség! Arra! Sophie! Segítség!
Segítsen valaki! Kész! Itt vagyunk! Topi! Siessetek, eszméletlen! Annyira sajnálom. Felejtsd el. Mindannyian hibázunk. Nem most tetted utoljára. De még mi is itt vagyunk. Sophie, lenne kifogásod, ha mamád és én... Ugyan, dehogy. Mondtam már, hogy sajnálom. És te? El tudnád képzelni, hogy feladd az otthonod és itt élj? Itt minden túlfényűző. És mit kezdjek itt egyedül, ha Sophie egyetemre megy? Egyedül? Ki mondta, hogy egyedül? De vissza kell menned Bostonba. És ki mondta, hogy nem jövök vissza? És a céged? Az ügyvezetőm remekül dolgozik. Én pedig úgy döntöttem, hogy az örökséget elfogadom, és itt élek majd veletek. A kórházból telefonáltak. David már jól van. Hála Istennek! Viszont Thomas sajnos nem élte túl. Már régen is így képzeltem el az életemet veled. Én is. Csodás, amikor az ifjúkori álmok valósággá válnak. Ti már öregek vagytok ehhez. Ne légy szemtelen. Michael, David adni akar valamit. Ma reggel találtam apa szerszámos ládájában. Ez az egyik gyűrű, igaz? Igen, ez az egyik gyűrű. Gondolom a többit eladta, hogy pénzt adhasson nekem. Amint tudom, természetesen megtérítem. Nem, arról szó sem lehet. Ne teát hoz, Luisa, hanem pezsgőt. Ünneplünk. Már is. Á, David, megkérhetlek, hogy segíts. Már is. Még én is mondanék valamit. Úgy döntöttem, hogy ősztől a Birminghami Egyetemre fogok járni. Próbát teszek a történelemmel. Birmingham? Ez aztán a véletlen. Ne légy szemtelen! Eddig még nem volt alkalmam elmondani, hogy mennyire sajnálom, ami az apáddal történt. Az orvosok szerint amúgy sem volt esélye. Agydaganata volt. Nyilván ezért is tett ennyi őrültséget. Mégis, nyilván nehéz neked. Elboldogulok. Képzelje csak el. Életbiztosítást kötött a javamra. Nem egy kis összegre, nem is tudtam. Ebből fizethetem az egyetemet. Ennek örülök. Nos, már bizonyára kíváncsiak vagytok, hogy mit ünneplünk. Hogy összeházasodtok? Ezt miből gondoljátok? Jaj, gyerekek, nem is tudjátok, mennyire örülök. Szívből gratulálunk. És véletlenek játéka révén már a jegygyűrű is kéznél van.
tegnap, ma. És örökké. Magyar szöveg Sebestyén Magdolna, hangmérnök Subkégel Sándor, vágó Mendre János, gyártásvezető Bogdán Anikó, szinkronrendező Kertész Andrea. A szinkront a TV2 csoport megbízásából a Direct Dub Studios készítette. Produkciós vezető Jávor Barbara.